Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai webináriumunkon, melynek témája a robotok használata az oktatásban. Szeretnék veletek megosztani néhány tapasztalatot, amit az évek során mi az oktatás során az alsó tagozatos diákoknál tapasztaltunk, illetve folyamatosan felmenő rendszerben oktatjuk a robotikát egészen óvodáskortól középiskoláskorig. Először megosztom veletek a prezentációmat, és szeretném, hogyha mindenki látná is azokat a linkeket, amikről beszélni szeretnék. Egri Józsefné vagyok, és 33 éve tanítok a Kállai Miklós Általános Iskolában Kálósemjében, és körülbelül 5 éve kezdtük a robotikával való foglalkozást. Ha azt mondom, hogy robotika, akkor nagyon sok embernek sokféle robot jut az eszébe, és nekem magamnak is, és nagyon-nagyon sokféle robotot kipróbáltunk valóban. Ugye, kezdjük a bebottal. A bebot tulajdonképpen egy olyan egyszerű kis eszköz, amit már nagyon-nagyon sokan ismernek egyébként, mert nagyon kezd elterjedni az alsós iskola osztályokban, illetve az óvodákban a használata. Egy olyan egyszerű kis robot, amelynek a tetején irányító gombok vannak, a négy égtáj irányába, előre, hátra, balra és jobbra nyíl, középen egy gógomb, illetve egy törlésgomb, amivel az aktuális programot ki tudjuk törölni. Ezzel a robottal tulajdonképpen a gyerekek, hogyha megismerkednek, akkor elsősorban az algoritmikus gondolkodást, a bizonyos folyamatok lépésekre bontását, illetve a térirányoknak az elsajátítását tudják nagyon alaposan begyakorolni játékos formában. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a diákok ezt a fajta kis robotot nagyon hamar kinövik. Tehát egy idő után unalmassá válik a gyerekeknek az, hogy előre, hátra, balra, jobbra lépkednek. Persze vannak nagyon-nagyon változatos feladatok. Ezt a Szabó János tanítóbácsi nagyon ügyesen meg tudja oldani. Neki mindenféle tantárgyba beintegrálva megjelenik a méhecske, és az ő oldalát meg lehet látogatni a tanítóbácsi.hu honlapon, ahol mindig folyamatosan rak fel aktuális gyakorló feladatokat. Éppen az éjjel láttam fent egy magyar gyakoroltató feladatot, de van matematikához is feladatlapja, különböző természetismereti tantárgyakhoz, illetve egy levelezős verseny, amit szeretnék is nektek megmutatni, hogy a levelezős versenynek hogyan is néz ki a feladványa. Tehát a magyar órához felrakott feladata egy olyan betűhalmaz ebben a négyzetrácsos területen, ahol különböző utasítások végrehajtásával kell a betűket összeolvasni, és abból egy adott szót, egy nevet lehet kapni. Ezeknek a feladatoknak a gyakorlásához aztán számtalan variáció, változat lehetséges és használható. A levelezős verseny, amit a tanítóbácsi éppen most indított, ez még bárki számára elérhető, hiszen még most indult az első fordulója, és ajánlom mindenkinek, a tavalyi év során is 3 fordulóban vettünk részt a versenyen, a gyerekek nagyon szerették. Ebben az évben 2 fordulója is van. Van külön első-második osztálynak, és van harmadik-negyedik osztálynak is. És 3 fős csoportok jelentkezését várja a tanítóbácsi. Ez éppen az első-második osztályos elsős korcsoportnak való feladat, amit itt látok. Keressétek az oldalát. Magával a méhecskével való foglalkozás ugye eszközigényes, tehát ha valaki azt szeretné, hogy a méhecskével tudjon dolgozni, akkor eleve méhecskére szüksége van, és egy ilyen méhecske körülbelül azt hiszem 30 ezer forint körül van az ára. Nos, ha valakinek nincs anyagi lehetősége arra, hogy beruházzon egy ilyen méhecske megvásárlásába, akkor van lehetősége arra, hogy kipróbálás szinten egy hétre megkapja ezt a méhecskét, és az osztályában kipróbálja a diákokkal. A Robotcsámborgás nevű Facebook csoportban lehet igényelni a méhecskét, ezt is mindjárt megmutatom nektek. Tehát a Facebookba bejelentkezve Robotcsámborgást beírva a keresőablakba, bejuttok a Robotcsámborgás csoportba, itt is láthatjátok Szabó János tanító úrnak a felhívásait, itt megtalálhatjátok a levelezős versenyét is, illetve azoknak a kollégáknak a megosztott videóit, feladatait, akik a méhecskével már dolgoztak, és ezen az oldalon lehet megtalálni a lehetőséget arra, hogy kitöltsétek azt az Excel táblát, amelynek a segítségével a méhecskét igényelni lehet, és ingyen bérmetve elpostázzák hozzátok egy-egy hétre.
Ennyit szerettem volna a méhecskével kapcsolatosan elmondani. És akkor nézzük tovább a robotokat. A robotokra visszatérve, a méhecske utáni következő fokozat az a BlueBot, ami egy szinten fejlettebb változata a méhecskének. Őt követi a Probot, amit mi kifejezetten szeretünk használni, ez a sárga kis autócska. És akkor itt meg is mutatnám nektek, hogy ő a Probot. Miben különbözik a Probot a méhecskétől? Ha megnézitek, és remélem jól látjátok, de majd egy videón is fogom mutatni, külön klaviatúrája van, ahol be tudom állítani, szabályozni tudom azt, hogy hány centimétert menjen a robot előre, illetve hány fokot forduljon balra vagy jobbra. Ezen kívül van egy repeat gombja is, amivel már ciklusokat tudok írni, és a ciklusokat is végrehajtja a robot. Ezen kívül a robot közepébe van egy lyuk, oda egy tollat lehet behelyezni, és a tollal gyönyörűen meg is rajzolja az alakzatot, amit én szeretnék elérni vele. Ha valaki tanított Imagine logót, akkor az Imagine logónak a teljes változata, utasítás készlete átültethető a robotra, és ezen a roboton tesztelhető élőben, és a gyerekek látják és érzékelik, hogy amit csináltak, azt hogyan tudja a robot kirajzolni. Ezen kívül a robotot lehet programozni számítógépről is, mégpedig úgy, hogy egy Terrapin logó nevű angol nyelvű programozási környezetet használva, ami nagyon hasonlít egyébként a mi Imagine logónkhoz, az abban megírt programokat USB csatlakozóval rácsatlakoztatva a gépre a robotot, rá lehet tölteni a robotra. Tehát osztálytermi használatra is kiválóan alkalmas, a gyerekek megírják a számítógépen Terrapin logóban a programot, majd kézről kézre adva a robotot rátöltik és tesztelik az adott programot. Én szeretnék nektek egy videót mutatni, hogy hogyan is dolgozik ez a robot valójában, úgyhogy megnézhetitek élőben is, hogy a robotunk az hogyan rajzol és hogy dolgozik. Először egy hatszöget rajzoltam bele, aztán egy nyolcszög utasítást írtam be neki ismétléses eljárással, és gyönyörűen pontosan ott fejezi be a rajzolást, ahol megkezdte. És kész a nyolcszög. Láthatjátok, hogy pontosan ott fejezte be, ahonnan elindult, tehát nagyon pontos rajzot készít, és nagyon szépen dolgozik. A gyerekek nagyon szeretik használni, és úgy gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb és sokkal több lehetősége van, sokkal szélesebb a kínálata, mint magának a méhecskének. Tehát azt mondanám, hogy a méhecskét nagyon jó használni óvodásoknak és első-második osztályosoknak, de már a probotot is használják az első-másodikosok, mert én Imagine logózom első-második osztályban is, és ők ismerik az ismétlés lehetőségeit, és nagyon könnyen megtanulják az angol nyelvű utasításokat is, és tudják használni magát a probotot is. A proboton kívül, amit mi még használunk az oktatásban, másik kétfajta robot, a következő fokozat ugye a Lego robot, amit mi előszeretettel alkalmazunk, és a Lego robotok közül is a Vidu az, amit szintén alkalmazunk. A Vidu mellett használjuk még a Lego Boostot, ő a legfiatalabb Lego gyerek, vele elég sok problémánk adódott az elmúlt időszakban, erről is fogok majd beszélni. A Lego Vidu tulajdonképpen maximum 10 éves korú diákoknak való, ugyanolyan kis Lego elemekből lehet építeni a különböző kis eszközöket, járműveket, mindenféle fajta mozgó, forgó, fogaskerekekkel, illetve égszínhajtással létrehozható járműveket, és egyéb darut és különböző mozgó elemeket. Tehát rendes Lego elemekből lehet összeépíteni, viszont úgy gondolom, hogy nem csatlakoznak olyan stabilan az elemek, mint a NXT robotoknál, vagy akár az LV3, a Lego LV3 robotoknál. Azoknál a robotoknál azok az elemek sokkal masszívabban csatlakoznak, amiket ugye különböző csapokkal, rudakkal és egyéb illesztésekkel tudunk összeszorítani, összeilleszteni. A Vidunak van egy tulajdonképpen egy programozható téglája, és van egy
középméret, egy kisméretű motorja, amivel a mozgás megvalósítható. A felülete tulajdonképpen nagyon egyszerűen kezelhető, mindjárt meg is mutatom. Tehát a Vidunak a felülete tulajdonképpen kis programblokkokból építhető össze, tehát grafikus a felülete, ugyanúgy, mint a LEGO LV3-nak, vagy akár a LEGO Boost-nak. Ezeknek mindegyiknek grafikus felületük van, és a grafikus felületen a különböző blokkokat és a blokkok paraméterezhetőségét kell a gyerekeknek megtanulni. A kislányok, most a másodikos kislányok nagyon érdeklődnek a Vidu iránt, szívesen építenek, és nagyon kreatívan és ötletesen dolgoznak, illetve szívesen programoznak is. A Vidunak, ami hátrányként felróható, az az, hogy például a tégláját nem lehet elnevezni, illetve csak Bluetooth-szal lehet rá csatlakozni. Előnye viszont az, hogy akár laptoppal, akár tablettel lehet használni, tehát többféle eszközzel is rá lehet csatlakozni. Azonban, ha egy osztályteremben 3-4 vagy 5 ilyen viduval szeretnénk dolgozni, különböző laptopokkal rácsatlakozva a különböző elemekre, akkor nem tudjuk megkülönböztetni igazából, hogy melyik vidu melyik laptopra csatlakozott, és akkor esetleg összekeveredhet, és egyik gyerek a másik viduját is tudja irányítani a Bluetooth-on keresztül. Tehát ez egy kis káoszt vagy zűrzavart okozhat. Egyébként a gyerekek nagyon szeretik és nagyon kreatívan használják, és mindjárt meg is mutatom. Itt például egy másodikos kisgyerek építette nem építési útmutató alapján, hanem saját kútfőből ezt a kis tankot, és aztán együtt a kislánnyal szépen beprogramozták, és megvalósították, hogy a robot önállóan önjáró legyen, oda-vissza mozogjon. Tehát a viduval különböző mozgó részeket, mozgó elemet, mozgó járműveket tudnak a gyerekek létrehozni, viszont az, hogy a robot fordulni is tudjon, az elég nehézkesen kivitelezhető, tehát általában a mozgásokban a kisméretű motor miatt csak előre-hátra tud mozogni, illetve ha sikerül olyan forgó áttétet, olyan fogaskerék áttétet létrehozni, amivel derékszögesen megfordítható a forgásnak az iránya, akkor lehet esetleg elérni, hogy valamilyen irányba kanyarodjon is, de nagyon nagy ívben, viszont ez úgy gondolom, hogy nem kisgyerekeknek a fantáziájához van kitalálva, tehát nagyon-nagyon nehéz nekik a fogaskerekeket összeilleszteni, a fogaskerék áttéteket megérteni. Még az égszíjhajtást is nehéz nekik megérteni, hogy mikor megy lassabban a robot, mikor megy gyorsabban a robotjuk. Tehát, hogyha nagy kerékhajt kicsit, vagy kis kerékhajt nagy kereket, ezt azért a gyakorlatban, mikor többször is megtapasztalják, hogy mi a helyzet vele, akkor viszonylag könnyen, utána már viszonylag könnyen megismerik és megtapasztalják, és beállítják maguknak, hogy a megfelelő méretű fogaskerékáttét legyen ahhoz, hogy a megfelelő sebességet el tudják érni. Ennek a robotnak aztán vannak érzékelői is, van dőlés érzékelője, van ultraszonik szenzora, amivel távolságot tud mérni, és van fényszenzor is benne, és ezekkel a szenzorokkal is tudják vezérelni és irányítani a gyerekek, és tudnak versenyt rendezni, versenyt szervezni, hogy karlegyintésre induljon a robot, karlendítésre meg is álljon a robot. Tehát viszonylag nagy kreativitás van benne, de a kicsi gyerekeknek 9-10 éves korra ez is a végéhez ér a lehetőségek tárháza. Tehát a gyerekek egy idő után még többre és még nagyobbra vágynak, még kreatívabb dolgokat szeretnének építeni, és az én 9-10 éves gyerekeim már RV3 robotokat használnak, és azokkal dolgoznak. Az érdekesség kedvéért megvettünk egy boostot, hogy kipróbáljuk. Azt gondoltuk, hogy talán a boost felválthatja a virut, vagy kiválthatja a virut, vagy mellette talán érdekesebbé teheti a kicsiknek a robotikát. Hát nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugyanis egy vidu készletből, aminek a kezdőára 50 ezer forint volt, tehát ez a bevezető áron megvásárolt készlet, ami nálam van, úgy hallottam, hogy a mostani kereskedelemben már ilyen 80 ezer forint körül van az ára,
viszont összesen 4-5 fajta robotot lehet belőle megépíteni, és nem nagyon lehet a saját kreativitást előhozni benne. Azért nem, mert ezek a robotok úgy vannak kitalálva, hogy pontosan annyi elem van az adott készletben, amennyi a bizonyos karakterisztikájú robot megépítéséhez szükséges. A másik hátránya, hogy csak tabletről lehet irányítani. Nem tudom, miért találták ki így, de csak és kizárólag tabletről vezérelhető. Nagyon lassan csatlakozik, a grafikus felület nagyon lassan tölt be, általában a gyerekek nagyon hamar megunják, hogy ilyen lassan csatlakozik. A másik hátránya, hogy nincs tölthető akkumulátora, 6 kisméretű ceruza elemmel működik, aminek az ára azért elég húzós, úgy gondolom, és nagyon hamar lemerül. Tehát tulajdonképpen, hogyha a folyamatos használatban van, akkor nem bír egy hétnél többet, és annyiszor, mint így 1500-2000 forint az elemeknek az ára, amit cserélni kell benne. Ezen kívül nagyon fontos, hogy nagyon macerás a használata, ugyanis nagyon gyakran elveszti a kapcsolatot a robot és a tablet, a Bluetooth-on keresztüli kapcsolatot. Először tulajdonképpen 3-4 napunkba telt, amíg megtanultuk, hogy hogyan lehet rácsatlakozni a robotra, mert a tableten nem volt bekapcsolva a helymeghatározás funkciónk, és enélkül nem volt hajlandó rácsatlakozni a Bluetooth-ra. Úgyhogy ilyen kis apró nehézségeink vannak. Egyébként ebben is van érzékelő, tehát tudja a mozgást érzékelni, ugyanis van rajta ultrasonic szenzor, tud különböző hangokat kiadni, tehát tud beszélni, és neki is van téglája, amire rátöltődik a programja. Tehát eddig beszéltünk tulajdonképpen 4 féle robottípusról. Az első robottípus volt a bíbot, a méhecske. A méhecske az én véleményem szerint tehát óvodáskorú gyerekeknek és maximum első-második osztályos diákoknak való. A probot kifejezetten első-második-harmadik osztálynak inkább. A boost alsó tagozatban, de nagyon hamar megunják a gyerekek, bármennyire színes és bármennyire érdekes, hogy beszél, mozgatja a fejét és más egyéb összetételekben, vagy akár a kiskutya megépítése, falcsóválással, nagyon hamar elveszíti az érdekességét, mert nem lehet belőle újat alkotni. Tehát a gyerekek vágynak arra, hogy kreatív, saját építésű robotjuk legyen, ezért nagyon fontos, hogy mindig legyen sokkal több elemünk, mint amennyit egy alaprobotból építeni lehet, hogy a gyerek tudja kipróbálni a kreativitását. És ha saját építésű robotot tervez, akkor igényli azt, hogy úgy mozogjon az a robot, ahogy ő eltervezi és ahogy szeretné, tehát egy kicsit motiváltabb lesz a programozásban is, mintha csak mintaprogramokat készít. A következő lehetőség volt ugye a Vidu. Nagyon fontos dolog, hogy a Vidu készletben, hogyha valaki megvásárol egy Vidu készletet, a programja ingyen bérmentve letölthető a Play áruházból, és a Play áruházból letöltött programban vannak az úgynevezett építési útmutatók is. Körülbelül 40 darab építési útmutató a mintaprogrammal együtt megtalálható benne. Tehát ha valaki heti egy órában tanítja az informatikát alsó tagozatban, akkor tulajdonképpen egy tanévet kitölthet vele. Az is nagyon-nagyon nagy tapasztalata számunkra, hogy bár azt mondjuk, hogy a gyerekek nagyon sok legóval találkoznak otthon, a lakásban játékként a családok vásárolnak nekik, mégis nagyon nehezen tanulják meg az építést. Tehát az, hogy az elemeket hogy építsük össze, hogy az elemek ne feszüljenek, hanem pontosan illeszkedjenek, hogy a fogaskerekeket hogyan rakjuk egymáshoz, hogy a kerekeket hogyan rögzítjük, a kerekek forgó részeit hogyan tesszük szabaddá. Ez hosszú és nehézkes tanulási folyamat, tehát tulajdonképpen az első időszak azzal telik el, hogy a gyerekek építeni tanulnak. Az építésre viszont a 45 perc nagyon kevés. Tehát ha valaki robotikával szeretne foglalkozni, és ilyen építőelemből összerakható robotokkal, akkor azt javaslom, hogy eleinte dupla órát tartson. Próbáljon meg csoportosítani vagy blokkosítani, és egyszerre 2x45 percig építhessenek a gyerekek, hogy az óra végére valamiféle sikerélménnyel menjenek ki a terembe,
teremből, hogy legalább a robotjuk megmozdult, vagy egy kész komplett robotot tudtak összeépíteni, és az építési útmutatóra végére értek. Ez nagyon fontos, mert nagyon hamar, ha nem sikerül sikerélményhez juttatni őket, akkor nagyon hamar elveszítik a motivációjukat, és nagyon hamar lemorzsolódnak. A másik nagyon fontos dolog, hogy főleg a kisfiúknál általában fontos szempont az, hogy katonásdi legyen, lövöldözős legyen, autós legyen, tehát olyan témákat próbáljunk találni, ami kifejezetten az ő életkori sajátosságaikra jellemző, illetve illeszkedik az ő életkori sajátosságaikhoz és az érdeklődésükhöz, az érdeklődési körükhöz közel álljon. Ha ezeket sikerül megtalálni, akkor sikerül őket motiválni, és hétről hétre folyamatosan nagyon szívesen és örömmel fognak dolgozni a robotokkal. A következő robot volt akkor a Boost, amiről beszéltünk, és azt mondhatnám, hogy a Boost-tal tulajdonképpen nagyon keveset foglalkoznak a gyerekek, bármennyire színes, bármennyire mutatós, egy kicsit játszadoznak vele, egy picit variálgatják a programját, de egyébként maga a megépítése is a robotnak nagyon nehéz. Tehát azt mondanám, hogy felnőtt segítség nélkül ezt egy másodikos, harmadikos gyerek önállóan nem tudja ezt a robotot összerakni sajnos. Nagyon sok segítséget kellett nyújtanunk a diákoknak, hogy ez a robot így megépüljön, és valóban működőképes legyen, és tudjon közlekedni a gyerekeknek is örömére. A következő dolog, amiről beszéltem, hogy a 9-10 éves gyerekek már szeretik kipróbálni és feszegetni a határokat. Mik azok a lehetőségek, hogyan nézzen ki egy robot, miket lehet benne csinálni, és hogyan lehet ezeket az elemeket variálgatni, hogyan lehet több motorot rárakni, hogyan lehet több mozgó részt egy ilyen robotba belerakni. És ezért velük már az EV3 robotokkal foglalkozunk. Az EV3 robotoknál fontos dolog az, hogy itt is időt kell hagyni a gyerekeknek arra, hogy megismerjék a robotok működését, megismerjék a különböző paraméterezési lehetőségeit a motoroknak, megismerjék a feltételes utasítást, az elágazást, megismerjék a különböző ismétlési lehetőségeket, a szenzorokat, a szenzorok mérési határait, beállítási lehetőségeit. És ha ezekkel körülbelül egy-másfél évig ismerkednek, akkor egy-másfél év után képesek lesznek arra, hogy önállóan építsenek robotot, illetve önállóan be is programozzák azt a robotot úgy, hogy a robot azt csinálja, amit ők szeretnének. Itt egy olyan gyereket láthattok, aki tavaly kezdte az EV3 robottal való foglalkozást, tehát harmadik osztályosként kezdte az ismerkedést és a programozást az EV3 robottal. Most negyedik osztályos egy év telt el, és mostanra egyedül önállóan képes arra, hogy az adott feladatot beprogramozza és végrehajtsa, úgy, ahogy az kell. Itt azt láthatjátok, hogy a robotnak az a feladata, hogy kövesse a fekete vonalat, közben ugye szirénázik, mint a mentőautó, és hogyha akadályt lát, akkor az akadályt ki is kerülje. És ezt nagyon szépen, tökéletesen megvalósította a gyerek. A kikerülés után visszatalál a fekete vonalra, tehát van rajta fényszenzor, van rajta ultraszonik szenzor, amivel az akadály kikerülést végrehajtja. És ennek a gyereknek úgy gondolom, hogy most már a programozásnak ez a fázisa, ez a része örömet okoz, sikerélménye van benne, és nem okoz problémát, hogy az adott feladatot lépésekre bontsa, a megfelelő paramétereket beállítsa a roboton, hogy a küldetést végrehajtsa a robot. Nos, egy csomó olyan dologról beszéltünk eddig, amihez mindegyikhez pénz kell, eszköz kell, és kell egy, úgy gondolom, kell egy elhivatott pedagógus, aki ezeket megtanulja, és szívesen, örömmel foglalkozik vele, folyamatosan azon agyal, hogy milyen új feladatokat találjon ki a diákoknak, és megpróbálja a diákokat játékos formában sikerélményhez juttatni. De mit tegyen az a pedagógus, akinek nincs lehetősége arra, hogy 30, 50, 100, 200 ezer forintot, vagy akár ennél többet beruházzon, és ilyen érdekes kütyüket, robotokat vásároljon.
A robotikával ő maga is foglalkozhat igazából, mégpedig a számítógép segítségével. Persze lehet papír alapon is, mert visszatérve a méhecskére, a méhecskés feladatra, a méhecskés feladatot például a Szabó János tanár úr nagyon ügyesen megoldja, ugyanis kupakokkal, de ezt megtaláljátok egyébként majd a robotcsámborgás csoportban, egyszerű kólás kupakokra felfesti a méhecskének a szemét és a kis csíkjait, és a gyerekek kólás kupakokkal lépkednek a kinyomtatott papírlapon, és úgy imitálják tulajdonképpen a méhecske mozgását. Hogyha valaki mégis szeretne nem papír alapon, hanem számítógépen foglalkozni ezekkel a dolgokkal, akkor én javasolnám, hogy ismerkedjen meg az Imagine logóval. Az Imagine logó tulajdonképpen egy magyar nyelvre fordított program, korábbi elődje a Comenius logó, amelyben egy kis teknős békával tudjuk irányítani, vagy egy teknős békát magát tudunk irányítani a programutasításokkal, és ennek segítségével mi magunk is csinálhatunk ilyen robotos játékot. A hátralevő időben azt szeretném nektek megmutatni, hogy egy ilyen robotos játékot hogyan lehet elkészíteni. Én nagyon szeretem használni egyébként az Imagine logót első osztálytól egészen 8. osztályig. Minden egyes korosztálynak megvan a maga fokozata, hogy miket lehet megtanítani benne, és azt szoktam csinálni, hogy a felső tagozatosok elkészítik az Imagine logóban a játékot az alsó tagozatosoknak, aztán az alsó tagozatosok pedig a játékkal végrehajtják a feladatokat, megoldják a küldetést, amiket különböző papír alapon a kezükbe adok, vagy akár kivetítek az interaktív táblán. Na nézzük akkor, hogy hogyan lehet az Imagine logóban ilyen érdekes kis robotos játékot készíteni. Először is az Imagine logót az ELTE honlapjáról ingyen bérmentve bárki letöltheti, tehát ha a böngészőbe beírjuk azt, hogy Imagine logó letöltés, akkor nagyon egyszerűen az ELTE honlapján rá is akadunk. Egy egyszerű szerződési feltétel elfogadással a képernyő legaljáról az Imagine rendszer letöltése utasítással letölthetjük és telepíthetjük, és Windows 10 alatt is fut, tehát nem jelent problémát, bármilyen operációs rendszerre fel tudjuk telepíteni. Ha már az Imagine logót feltelepítettük és elindítottuk, akkor a következő kis felületre jutunk. Tulajdonképpen egy üres rajzlapunk van, ezen az üres rajzlapon a középpontban egy teknős béka áll, és ezt a teknős békát lehet irányítani a megszokott méhecskés vagy probotos módszerrel, előre, hátra, balra, jobbra pedig fordítani, helyben fordítani a robotot. Az előre-hátra utasítások és a balra-jobbra fordulás is lerövidített utasítások, a kezdőbetűikkel használhatjuk. Tehát tulajdonképpen magyar nyelven már a második osztályos gyerek is be tudja írni a különböző utasításokat, hiszen csak előre 20 utasítás, enter nyomás, és a robot már is rajzolja a kis vonalat, és lehet látni, hogy húzza maga utána az adott rajzterületen a vonalát. Tehát nagyon könnyen lehet a gyerekekkel, ezekkel az egyszerű utasításokkal a robotot irányítani. Fordulás, a jobbra fordulás, J betű, adott fokkal fordítjuk, lehet 10, 20, 30, 5 fok vagy kevesebb, és az Enter megnyomására szintén elfordul a robotunk, és ha a rajzlapot le szeretnénk törölni, akkor pedig a törölkép utasítást kell beírnunk, és Enter nyomunk, akkor a robot visszaáll alapállapotba, és kitörli a rajzlapunkat. Na most ez eddig nem annyira érdekes, hogyha a kis elsősnek kellene ezeket az utasításokat beírogatni, akkor nem biztos, hogy tetszene neki. Viszont, hogyha ide egy olyan feladványlapot beillesztünk rajzlapként, mint amit az előbb is mutattam nektek, és arra ültetjük rá a robotot, és különböző gombokat is teszünk hozzá, mint a Bebot méhecskének a tetején lévő gombok, akkor nagyon egyszerűen játékos formában játszhatóvá válik a gyerekek számára. Nézzük meg, hogy tudjuk ezt elérni. A Szabó János tanító úrnak említettem, hogy van egy honlapja, ez a tanítóbácsi.hu, ahol mindent megtalálhatunk, és különböző tananyagokat is találhatunk alsó tagozatosoknak,
és itt láthatunk logót is, hiszen logószakkörrel is foglalkozik, Scratch-et is programoz, Microbit-tel is foglalkozik, és a Beebot-tal is. Ha a Beebot fület választjuk, akkor itt a levelezős versenyeknek megtalálhatjuk a feladványait, a megoldásait és a pályáit, és én innen fogok most kölcsönvenni egy pályát, hogyha tanító bácsi reméljük nem fog érte megharagudni. A tavalyi levelezős versenynek az első forduló feladatát fogom megnyitni, és az első forduló feladatát miután megnyitottam, akkor itt láthatjuk a feladványt, gyönyörű szép színes kép, egy picit kicsinyítek az ábrán, hogy beleférjen a képernyőbe, és akkor egy sima képmetszővel csak a pályát fogom kilopni. Elindítom a képmetsző alkalmazást, és ezt a képet, ezt a pályát szépen kimetszem. Miután a metszés megtörtént, egyszerűen csak kimásolom a képet, vagy lementem. Válasszuk akkor most a lementést, és akkor be fogom tudni rajzlapként tölteni. Tehát a metszet mentése gombra kattintva, elnevezem, legyen a pálya neve próba, és az asztalra fogom elmenteni. Fontos, hogy a mentésnél a fájl típusa JPEG fájl legyen, hiszen a JPEG fájlokat tudom aztán rajzlapként beolvasni. Mentés gombra kattintok, és innentől kezdve a képmetszőt be is zárhatom, és visszatérünk az Imagine logóhoz. Az Imagine logóhoz visszatérve kiválasztom a lap menüpontot, és a rajzlapbetöltés utasítást. A rajzlapbetöltés parancsnál a hely asztal lesz, és az asztalra tett próba nevű képet keresem, amit ha megnyitok, akkor már is itt van a pályám készen, és használható. Most tulajdonképpen a rajzlapon felvette a pályának a méretét, és nincsenek gombok, nincs elég hely a gomboknak, ezért a rajzlapot vagy a vásznat egy picit meg fogom szélesíteni, hogy legyen helyem jobb oldalon, ezen a területen még gombokat is elhelyeznem, amivel aztán fele balra jobbra irányítani fogom ezt a bizonyos kis teknős békát, aminek az alapját akár meg is lehet változtatni. Na nézzük akkor, hogyan szélesítjük meg a rajzlapunkat. Lenyitom a lapmenüpontot, és kiválasztom a változtat parancsot. A változtat parancson párbeszéd ablakán belül a megjelenés fület választom. Jelenleg 510 képpont a szélessége a rajzlapomnak. Én hozzáteszek még 300 képpontot, tehát megnövelem 810 képpontra a szélességét a vásznamnak. Itt láthatjátok, hogy már is egy jókora üres terület jelent meg. Erre a területre berakok négy irányító gombot. A lapfül alatt található az új gomb, tulajdonképpen a menüszalagon. Egyet rákattintok az új gombra, ráragad az egérkurzoromra, és leteszem a vászonra egy kattintással az első gombomat. Újabb gombot választok, leteszem a második gombot, újabb gombot választok, leteszem a harmadik gombot, és még egy gombot választva leteszem a negyedik gombomat is. Miután minden gombot bepakoltam, akkor amíg el nem felejtem, már most megcsinálom azt, hogy a teknős béka nem aszatolja össze a rajzlapomat, ezért a tollát fel fogom emelni. A toll felemelés a parancsablakban történik, a tollat fel utasítás kezdőbetűjével TF és egy Enter nyomok. Innentől kezdve, hogyha előre-hátra küldözgetem a robotomat, akkor ez a kis teknős béka most vonalkúzás nélkül fog közlekedni, és nem fogja összevaszatolni a pályámat. Miután ezt megtettem, akkor a gombokat egy picit el kellene neveznem, vagy valami képet rárakni, hogy mégis a kicsi gyerekeknek azért jobban értelmezhető legyen, hiszen az elsős még nem biztos, hogy olvasni tud, ezért neki inkább képi formában fogjuk ezeket a gombokat elhelyezni. Jobb egérgomb a G1 nevű gombomra, és a G1 változtatása parancsal kiválaszthatom a megjelenését ennek a gombnak, és a megjelenéséhez beállítok egy képet. Az első gombom az éppen a felfelé irányba fog mutatni, és az lesz a neve, hogy előre. Tehát egy felgombot fogok választani, egy felnyilat, és ez fogja nekem most az előrelépést jelenteni. Megnyitom, és egy okéval jóvá hagyom, akkor elkészült az első gombom.
jobb egérgomb, G1 mozgatásával beillesztetem a megfelelő helyre, és onnantól kezdve a gomba helyén marad. Lássuk akkor a hátra gombot, az lesz a lefelé nyílt. Jobb egérgomb G2 változtatásával a megjelenés ablakban keresem a le nevezetű gombomat. Ezek előre gyártott képek, amik az Imagine logó telepítésével felkerülnek a számítógépre, tehát bárki ugyanezeket a képeket megtalálhatja, hogyha feltelepíti az Imagine logót. Megnyitom a képet, jóvá hagyom, és természetesen a G2 mozgatásával a le nyílat is a helyére teszem. A harmadik gombomat is megváltoztatom, ez a jobbra irányt fogja nekem mutatni, és ide akkor egy szép jobbra nyílat fogok keresni. Ha a jobbra nyíl is megvan, és jóvá hagytam az utasítást, akkor a mozgatással ezt is behelyezem, és beillesztem a megfelelő helyre, és már csak egy nyilat kell megváltoztatnom. Ez lesz a balra, tehát oda egy bal nyílképet fogok választani. Megnyitom, és ezt is természetesen szépen a helyére mozgatom, és elkészült a vezérlőpultom tulajdonképpen. Most már vezérelni tudok, vagy tudnék, de még utasítások nincsenek hozzárendelve. Ahhoz, hogy az utasításokat is hozzárendeljem, először a békánkat is bepozícionálom. A teknős békára jobb egérgomb, T1 mozgatásával beteszem a kiinduló pontra, ide a nyíl végére, majd szépen irányba fogom fordítani egy jobbra fordítással, és akkor jöhet a gomb programozása. A felnyílra a jobb egérgomb, G1 változtatása utasítással. Nagyon fontos, hogy ha lenyom utasításhoz fogok egy megfelelő értéket hozzárendelni, azt szeretném, hogy ha lenyomom ezt a gombot, akkor a robotom az egyik négyzetből pontosan átmenjen a másik négyzetbe. Ezt nagyon könnyen ki lehet számolni, tulajdonképpen 510 képpont a pályának a szélessége, ezt kell felosztanom 5 egyenlő részre, tehát tulajdonképpen előre megy egy gombnyomásra 102 képpontnyit. És akkor rögtön ki is próbálhatjuk, ha lenyomom, akkor a teknős békám előre megy 102 képpontot. Jó lenne, hogyha hátra is tudnám ugyanennyit mozgatni, tehát a lefelé nyílra ki egy változtatás a jobb egérgomb után, és a halányom utasítás az lesz, hogy hátra szintén 102 képpontnyit mozogjon. Miután jóvá hagytam, ezt is tesztelhetem, és visszajön a robot a kiindulási pontjára. Most már csak a balra-jobbra nyíl van hátra, jobbra nyílra G3 változtatása, és a halenyom utasítása jobbra forduljon 90 fokot, a balra nyílra pedig jobb egérgomb G4 változtatása után balra 90 fokot. Nagyon fontos, hogy minden egyes betű után egy üres helyet, egy szóköznyi helyet kell hagyni ahhoz, hogy a program értelmezni tudja a konkrét mozgás vagy fordulás értékeit. Most már minden gomb készen áll a működésre, tehát irányba fordítom a teknősömet, egy jobbra nyíllal, és akkor az első feladat, hogy látogassa meg a teknős békám az elefántot. Akkor tessék, előre, 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 balra fordult, helyben fordult, ez jól látszik itt a rajzon is, előre megy, jobbra fordul, és meglátogatta az elefántot. Ugyanígy visszavihetem, hogyha visszafordítom balra, hátra léptetem kettőt, visszafordítom jobbra, és hátra, bocsánat, igen, most eltévesztettem én is, tehát jobbra fordítom, és hátra léptetem hármat. Úgyhogy ezzel készen van a játékunk, és a gyerekek a Szabó János tanítóbácsi által elkészített feladványt, azt ezen az Imagine logó játékon szépen megvalósítják és megoldhatják. Most már csak az van hátra, hogy elmentsük a projektünket. File, mentés, és a neve próba. Innentől kezdve bárki megnyithatja, ugyanezeket a működő gombokat találja, vagy akár hozzátehet a programjához. Akár azt is lehet, hogy az utasításokat is lássuk, és írja ki a program. Tehát innentől kezdve rátok van bízva, hogy hogyan fogjátok ezt használni, és hogyan fogjátok tudni továbbfejleszteni. Annyit szeretnék még megmutatni, hogy a
Szabó János tanító bácsinak van egyébként már sok ilyen játéka elkészítve, és van olyan játék, ami pályákon keresztül vezet. Ezt szeretném még megmutatni. Ezt is a robotcsámborgás csoportban megtaláljátok.